Már nem rémít meg a magasság, már nem ijeszt meg a mélysel. A háztetők felett repülök ebben a csillagtalan ében. Liának két tagja, Lilla és Laci, sziasztok! 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 Sziasztok. Ugye most ti képviselétek itt a zenekarnak a felét, és nagyon termékenyek vagytok, mert tavaly alakult a zenekar, és rögtön kész is lett egy nagy lemez. Viszont, ha jól tudom, a munka dandárját, azt a csapaton belül dalszerzés terén ti viszitek, igaz ez? Vagy egyébként hogyan alakulnak és készülnek nálatok a számok? Akkor mondom. Igazából mind a ketten hozunk dalszövegeket is, énekdallamokat is. Vagy úgy születik meg egy dal, hogy megírom a szöveget, és akkor hozzá az akkordmenetet, akkor ez gyakorlatilag egy dalmakként már funkcionál, levisszük a próbaterembe, ott már így viszonylag gyorsan összerakjuk. A másik verzió egyelőre még ugye az, hogy a Lilának nagyon sok dalszövegötlete van, meg dallam ötlete, és akkor lejön hozzám egy dalszövegdarabbal, vagy egy dallamdarabbal, vagy itt egy full megírt dalszöveggel, és akkor abból csinálom dalt. Igen, ugye harmóniákat én nem tudok köré írni, úgyhogy ebben mindig Lackó segítségét kérem. Én dallam ötleteket és szövegeket tudok vinni. Mondhatjuk azt, hogy zeneileg egy igen kísérletező formáció vagytok, és most már mostanában ugye a dal alatt egészen sokszor halljuk azt a szót, hogy dream pop. Ez valamilyen szinten rátok is jellemző. Mit jelent ez a világ, és egyébként mik azok a zenei hatások, amelyek leginkább hatnak a ti zenétekre? Be tudjuk kategorizálni azt, hogy ti mit játszatok pontosan? Hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Azért jó kifejezés ez a dream pop, és azért is használjuk szerintem többen is most, mert most alakulnak ki egyébként szerintem teljesen új műfajok. Ugye szerintem senki nem szeretne, vagy hát nem senki, de sokan nem szeretnénk így leköteleződni, hanem szeretnénk kísérletezni, és mindenfélét, amit szeretünk belekeverni. Úgyhogy szerintem nem lehet meghatározni, de inkább popposabb még egyelőre az, amit csinálunk. Ugye a háztetők felett a dal címe, amivel bejutottatok a versenybe. Laci, ennek a szövege ugye hozzád köthető. Igen. Mi ihlette, mert ez egészen szép történet van mögötte, ha minden igaz. Hát egy városból történő hajnali hazamenetelem során született a dalszövegnek az alapötlete. Éjszaka volt egy viszonylag nagyobb eső, és a házak között a járdán megállt egy ilyen hatalmas nagy tócsa. És abban így, ahogy mentem el a tócsa mellett, abban így a környező fák, illetve a lakások, bocsánat, a házak, azok itt tükröződtek. És egy pillanatra volt egy olyan érzés, mint hogyha tudod, jellebegnék gyakorlatilag ott a környezetben. És gyakorlatilag ez volt az a kép, ami magát a dalszöveget elindította. Lilla, te mennyire vagy, hogyan tudtál belehelyezkedni ebbe a történetbe, ebbe a dalszövegbe?
Hát nagyon, nagyon simán. Természetesen nekem teljesen más nézőpontom van, és máshogy értelmezem, mint ahogy gondolom. Pont ezért érdekes, ezért kérdezem. Igen, igen, igen. Hát én is próbálok mindig fogózkodókat keresni akkor, amikor Lackónak a dalairól van szó. Itt ehhez a dalhoz én egyébként úgy tudtam kapcsolódni, hogy nekem nagyon kiskoromtól kezdve elképesztően fontos volt a repülés. Én nagyon szerettem volna, ha választhattam volna egy ilyen különleges képességet, akkor én repülni szerettem volna. Szerelmes voltam Pán Péterbe, meg ilyesmik. És én ezen a vonalon, és nagyon a középpontjában a repülés, lebegés van ennek a... Hát és az a klipben látszik is, hiszen ott tulajdonképpen szobáról szobára lebegsz, viszont eredetileg egy image klipet szerettetek volna készíteni. Hogyan változott a koncepció, hogy egy rendes készítés film el- Lilla erőszakos volt, gondolom, igen, erre külni akarsz mindenképpen. Hát igazából az összes klipünknél igyekszünk történetet is belevinni, és ez egy olyan komoly dal volt, hogy nem bírtuk ki, hogy csak image klip legyen belőle. Lackónak is nagyon sok volt egy alap ötlete, sztorit illetőleg. Zenekarban is brainstormingoltunk, és akik készítették a klipet, Fejér János, Fejér Misi, Orosz Kristóf, velük is nagyon sokat ötleteltünk, és így együtt született ez a dolog. Ahogy Marcival említettük is, fiatal zenekar vagytok, és most indultatok először a dalban. Mi volt a fő motiváció, amikor jelentkeztetek? Megy? Jó, akkor... Több ilyen szempont is van. Az egyik egyébként az az, hogy bővítsük a nézőközönségünket, hogy több emberhez eljussunk. Tudom, hogy ezek nagyon standard mondatok, de tényleg szeretnénk több emberhez eljutni. Meg ez egy teljesen más szituáció, és szeretnénk fejlődni minden téren. Egy jó szakmai zsűri előtt megméretni a dalt, az szerintem az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Illetve nyilván az, amit Lilla is mondott az előbb, hogy az nekünk, mivel még egy viszonylag pici és induló zenekar vagyunk, nagyon fontos platform arra, hogy több emberhez eljussunk. Ez meg egy komoly erőpróba lehet, egy frissen alakult csapatnak is, hogy összerázhatja a bandát. Mire számíthatunk majd a színpadon? Ott is libegni fogsz, akár egy múzsa? Nagyon igyekezni fogok. Én minden egyes porcikámmal ezt... árasztani, igen, amit én vagy mi érzünk, meg szeretnénk képviselni, igen. Mik a jövőbeni céljaitok? Egy lemez már ugye kigurult, készül esetleg egy újabb nagy lemez? Hát az igazából nem egy nagy lemez volt. Ugye az tavaly április 14-én jelent meg a Harmad szülte című anyag, de az egy EP igazából. És idén összetervezünk egy nagy lemezt, ami hosszában is, meg tartalmában is szerintem ki fogja fejezni a zenekarnak ezt a 2022. augusztustól innen őszig tartó periódusát. Ez egy ilyen kb. 10-12 dal az, amit itt tervezünk rajta. Akkor jó munkát kívánok az alkotáshoz, illetve sok-sok pontot Szombatra. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.